Sziasztok, én Zondrők, és itt is lennék egy újabb Trailmakers résszel, és ebben a részben eredetileg azt akartam, hogy építek egy járművet, a sandbox módban ugyebár, azonban frissült a játék, és amikor fölmentem, akkor több építőelem is le lett lokkolva, tehát nem tudom őket használni, és így egy kicsit korlátozott lett a lehetőségem az építés terén, és elvileg a rally módban föl lehet állokolni több dolgot, és ez egy új mód, ilyen még nem volt a játékban a rally mód, úgyhogy mi lenne, ha most újítanánk egy kicsit a Trailmakers-en belül, és kipróbálnánk mondjuk ezt itt, ha már úgyis megjelent, és úgyis csak ezen keresztül lehet felállokkolni a építőelemeket. Úgyhogy akkor szerintem vágunk is bele, nézzük meg, hogy mit akart ez a rally mód, mert amúgy én kíváncsi vagyok rá. Ne csak építkezés videó legyen valami kaland is, nem? Azt hiszem, hogy ha felállokkolok elég itemet ahhoz, hogy tudjak újra rendesen építkezni, akkor pedig megint építkezés videók lesznek. Press B ott van. Ó, itt a figurám. Ó, szóval ez most egy ilyen instrukció, hogy most ő mondja meg, hogy építsek egy kocsit. Ezt itt. Hát jó, akkor építsük meg ezt itt. Megváltozott az animációja néhány dolognak. Ja, nem csak ennek. Azt hittem. Mert itt villognak ezek a zöld kockák. És azért gondoltam. Nézzük. Ezek a nyílek az aerodinamikát jelzik amúgy. Amúgy sanszos. Click save button. Oké. Okay. Elmentettük. Hát oké, okay, ez eléggé kezdetleges rész kell. Ugye én már építettem egy versenyautót, azért ennél sokkal jobban néz ki, mert nem azért, ez ilyen eléggé ilyen alap. Oké, okay, nézzük a... Ó. Oh. Ó, oh, nem is annyira rossz. Egész stabil. Bár nem a leggyorsabb, azt hozzáteszem. És miért laggolok? Kicsit szakadozik a játék. Nagyon, mert szerintem ezután a verseny után lejjebb viszem a textúra minőségét, mert lehet, hogy amiatt laggol. Vagy lehet, hogy csak a felvételen laggol, nem tudom. Ezután lap 2 és lap 3 kell nekünk. Na. Ilyet még nem csináltam ebben a játékban. De amúgy egész jó, mert eddig ugye már csak épít... Majdnem nekimentem az abroncsoknak, nagyon lehet nem kéne beszélni, hanem inkább koncentrálni a versenyre. Bár azért nem egy Need for Speedről van szó, láthatjátok, hogy... Inkább ilyen kis Mario Kart gyorsaságú. Ó, ez az utolsó... lap. És folyamatosan esnek ki az emberek, ahogy látom. Már csak ez a gold van itt, vagy eddig is az volt itt? Oké, okay, mindjárt vége van. Finish line. Gold. Ó. Oh, 700 valami, nem tudom mit kaptam. Ja igen, azt hittem észre a sandbox módban, hogy az itemeket, vagyis az itemeket pénzzel lehet felállokkolni. És most kaptam éppen nem tudom hány zsetont. Aztán valami 500 vagy 700 zsetont kaptam az előbb. Continue. New. 200 zsetonért. Tehát az ilyen zsetonokért föl lehet unlockolni a itemeket. És kért, hogy ha preferálom inkább az ilyen sandboxos dolgokat, akkor menjek vissza, de ha már belecsöppedünk ebbe a racingelésbe, és ez ugyebár egy újítás, tehát akkor miért ne próbálnánk ki akkor már ezt itt. 8 ball, unlock for 200. Felunlockoljuk. Nagyon nagy öröm még ez, aztán majd építünk egy egyéni kocsit. Csak ez ilyen aranyosan néz ki, azért akarom ezt megépíteni. Így. Kell kerék. Jó, hogy ide kell rakni egy ilyet. Mi ez, egy hókotró? Hát nem úgy néz ki, mint egy versenyautó. Vagy ez várjunk? Nézzétek a nyilakat? Az lehet, hogy az aerodinamika miatt van így. És készen is volna. Nem lehet ezt befesteni? Dehogy nem. Legyen olyan szép vörös, mint a képem. Citromsárga kerekekkel. Az úgy jól néz ki. Készen is volnak. Nem mentettem el. Nem mentettem el. Szóval most. És már mehetünk is. Ez most egy másik pálya, nem? De nekem úgy tűnik, hogy ez egy másik pálya. Ó, remek. Most már nem fogok nyerni szerintem.
várjunk, restart. Na akkor kezdjük el most. Zöld elrontottam. Nem figyeltem oda, mert beszéltem. Szóval ez itt egy másik pálya, és megint elrontottam. Ó, micsoda ugrató. Menj innen, te zöld kocsi. Te csúnya zöld kocsi. A kupa az enyém. És ez csak ilyen két körös verseny, ahogy látom. Nagyon nyakamban van ez a zöld kocsi. De úgyis én nyerek. Mondtam. Ó. Ez 500 arany profit, mert ugye 200 volt a versenyjelentkezés, és kaptam 700-at vissza, mert én nyertem. Ez megérte. Ez már 300 arany. Legyen 300 arany, rendben. Na, szerintem akkor most építsünk egy custom, vagyis egy egyéni autót. Mit szóltok hozzá? Egy olyan autót akarok építeni, ami gyorsabb lesz a szélnél is. Ezeket fel kell unlockolni. Konkrétan lehet, hogy pontosan ugyanazt fogjuk megépíteni, mert az a baj, más építelem nem nagyon van, úgyhogy tényleg csak azt lehet megépíteni, amit ott ajánlott. Eléggé furcsán fog kinézni ez az autó, már nem azért. Ráadásul várjunk, hincset sem tettem rájuk. Hát azért zsanér is kéne. Hát, hogy ez a kocsi most pontosan olyan lesz, mint amit itt is mutattak, de... Na mindegy, meglátjuk. Aerodinamika. Hát nem tűnik rossznak amúgy. Egész sok helyen zöld. Na jó, akkor rész. Nézzük meg, mit építettünk. Nem is olyan rossz. Egész gyors. Hoppa, mi ez az emelkedő? Hú, ez már egy jóval nehezebb pálya. Mi lehet majd a többi, ami azután jön? Így ugratás, lehet, hogy ne a kaktuszokba bele. Hát ezt hát, hogy nem én fogom megnyerni. Hanem ez a zöld kocsi. Ez a csúnya zöld kocsi, ami az előbb is majdnem az előző körben megvert minket. Jó, hogy a homok az csúszik. És nem tudok innen most már kijönni. Nagyon tudjátok mit? Építsük meg ezt a Silverfish-t. Ez valószínűleg egy jobb kocsi lesz, mint amit mi építettünk. Szóval ez hátul kanyarodik, és nem elől. Ez konkrétan szinte ugyanamit a mi kocsink volt az előbb. Egy kicsit más. És milyen színű itt az ülés, az más színű, mert az az ülés, az ilyen lilás. Kékes lilás. Ilyen, ugye? Igen, ilyen. Ezeket a cuki kocsikat el is fogom menteni amúgy, mert ezek így aranyosak. Na nézzük, a Silverfish hogy megy. Na, gyorsabb. Gyorsabb, mint amilyenk volt. Ezt így úgy mondom, hogy azért egy kicsit szomorú vagyok, hogy nem sikerült egy túl gyors kocsit építenem magamtól. Hanem tutoriálhoz kellett folyamodnom. Hát ezt nem fogom megnyerni, ez a zöld kocsi nagyon gyorsat előttünk. Hát, ez nem lett egy győztes verseny. Failed. Na nem már, hogy csak 100-at kaptam. De hát, ez hogy lehet másképp csinálni? Ez egy tök gyors kocsi. Hogy kéne akkor őket leelőzni? Ja, várj, megvan szerintem. Az ívekre kell odafigyelni. Lehet, hogy a zöldet kéne követni, mert a zöld az tökéletes íveket tesz amúgy, azt vettem észre. A zöld nyomát kell követni. Bemenni a szélárnyékába. De mitől ennyire gyors az a kocsi? Nem is néz ki túl jól, és nem is néz ki túl aerodinamikusan. Jó, legalább akkor a második legyek. Silver, na az már jobb. Jó van. Ezt a zöldet nem hiszem, hogy le lehet hagyni. Eléggé erős. Continue. Nekünk jól lesz a két csillag is. Ez 500. Hát rendben. Ez jó combosabb, ezt építsük meg. Ez jól néz ki. Ez hogy fogom úgy kanyarodni? Nézzétek meg. Nem lesz helye a keréknek forogni. Csak az egyik irányba. Ez érdekes lesz.
Jó van, hogyha ez egy rossz kocsi lesz, akkor én újra fogom ezt festeni, vagy festeni? Újra fogom ezt építeni, mert akkor ez így nem lesz jó. Ez lassabban gyorsul, azonban gyorsabban úgy összsebességben. Miért vagy mindenki a másik irányba? Ez engem zavar. Ó, első lettem. Csak így tovább! Ó. Pont amikor lehagytam mindenkit, akkor. Bal szerencse, nem baj, újra kezdjük. Nincs semmi veszve. Hogy itt már csúszósabb, erre azért oda kell figyelni. Aha. Úgy nagyon csúszik. Nem baj, bronzérem. Ne! És pont lehagyott. Na jó van, én ezt újra kezdem. Nagyon jó, nem csúsztam el. És padlógáz, és nyertem. Ez szerintem könnyebb volt, mint az előző szint. Itt a nyúl. 550-ért. Az a baj, hogy annyira korlátozottak a lehetőségeink még építkezés terén, hogy nem nagyon van más, tehát már kb. Csak ugyanazt lehet megépíteni, ami itt van, szóval. Ez még nem annyira jó. Na nézzük. Kicsit lassan indul el. Talán jobb lesz a tapadás, mint a többi kocsinak. Nézzétek, mekkora kerekem van. Ez azért segít. Jó lenne a betonon maradni, mert az tapad, de a homok az nagyon rossz. Hogy az egylepes kör volt. Nem baj, silver lettem. Vagyis ezüst. Legyen ez egy restart. Tankot kéne építeni és szétlőni a sziklákat, amik az útban vannak, csak nincsen ágyú sem. Tényleg. Olyan is lesz majd valamikor, hogy tankokat kell építeni és azzal versenyezni, és közben kilőni a többieket. Az nagyon durva lenne. És itt rontottam el az előbb is. Várjunk. Ezt most megmentettem. Oké, padlógáz, padlógáz. Ott jön mögöttünk. Menjünk, menjünk, menjünk. És első. És... Hát nem mondom, hogy profitáltunk, mert 400-at kaptunk vissza. Ó. És ez már ilyen erdős pálya. Próbálj megint valami együtt építeni. Ez nem ez pontosan olyan, mint ami itt van. Ezzel van ott valami elől, ahogy látom, valami dísz talán, vagy én nem tudom. Ó. Ez jó. Ez a kerék. Ez ilyen offroad kerék. Gondolom akkor valami offroados pályán leszünk. Oké, nézzük meg ezt. Még ez is lehet kanyarodni amúgy. Na jó, ezt újraintom, mert megálltam kanyarodni, csak leteszteltem, hogy kanyarodik-e. Ah, itt most nem lesz beton. Ó, jaj. Annak nem örülök. Sokkal csúszosabb így a pálya. Az igen! Jaj, ne már! Pedig annyira szép lett volna, és elrontom. Várjunk, tehetünk még egy plusz... ilyet is? Ez vajon segít amúgy nekünk? Ha egy ilyetet még ráteszek a kocsira? Hát nézzük meg. Talán gyorsabbak leszünk. Ah, gyorsabb az elindulása. Igen, gyorsabbak lettünk kifejezetten. Hogy itt le lehet vágni? Szóval így nyertél az előbb is, te gold. Hoppá, utolértem. Utolértem. Gold. És kaptunk 700-at, az jó. Az most egy ilyen parton lesz. Hú, ez hogy néz ki? Várunk, ezt ki akarom próbálni, mert eléggé keményen néz ki. Ah, ez is már több motort használ. Na nézzük. Ez a felfüggesztés talán majd dobni fog az egészem. Hú, de csúszik ez a pálya. Hú,
Ezért kelt a felfüggesztés, értem. Itt nehéz lenne felfüggesztés nélkül végigmenni. Hogy arra, oda föl. Az igen. Ez ilyen nézd, szöges kerekekkel innek amúgy szerintem, nem? Azok jobban tapadnak. Atya ég, ez de nehéz az a pálya. Na de jó. Megint nem kapok érmet. Lehet, hogy kereket fogok amúgy cserélni, mert ez így eléggé csúszik. Jó, ma legalább... ezért bronz leszek. Egy őr az is elég. Szóval most nézzük meg, mi lenne, hogyha kereket cserélnénk. Nem. Cancel. Hova tűnt a tüsiskerék? Hát akkor kénytelen leszek ilyet használni. Az előbb még itt volt a tüsiskerék nekem, az nekem jó volt. Vagyis jó lett volna. Fú, ez egy elég nehéz pálya, meg kell hagyni. Nekem jó itt az ezüst is. Most viszont kiléptem a rally módból, bemegyek a sandboxba, megnézem, hogy miket lehet most csinálni, úgyhogy most már rallyztam és szereztem pénzt. Amúgy ami változott, az például az, ha most letesisakom és nem látszódik a mérges fejem, ezek azok, amiket lehet használni. És ezek vannak leállokkolva. Tehát például a fényszórók azok minden lettek állokkolva, meg egy jó pár fontosabb blokk is. És akkor az ilyen teljesen alapblokkok azok, amik így megmaradtak nekünk, és amiket nem kell felállokkolni. Úgyhogy majd vissza kell térnem a racing módra, meg majd vissza kell térnem a ilyen felfedező módra, és amúgy be lehet menni, és akkor ott lehet felfedezni dolgokat. Azt még nem nagyon próbáltam ki, majd azt is kifogom szerintem valamikor. Na de viszont szerintem ezzel el is érkeztünk ennek a videónak a végéhez, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Abban az esetben, hogyha tetszett nektek is ez a rallis dolog, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy mindig kaptok értesítést, hogyha új videót teszek föl. Szóval ennyit volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!